Köszöntöm Önöket! Mai vendégem Forgács Adrián néhány évvel ezelőtt a családjával vidékről Budapestre költözött. Egy ilyen döntés rengeteg változást hoz egy család életében. Az ő esetükben is szükség volt új munkahelyekre, új lakóhelyre. A gyerekek esetében ez iskolaváltással járt, az egész család esetében pedig gyülekezett váltással is. Ma a többek között arról fog nekünk mesélni Adrián, hogyan vezette őket végig Isten ezen a folyamaton, aminek az utolsó lépése éppen ebben a hónapban zárult le. Köszöntelek a stúdióban, Adrián, nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Beszéljünk akkor erről a folyamatról, ami néhány évvel ezelőtt kezdődött, és hát most zárult le, ahogy mondtam is. De van még egy fontos esemény az életedben ebben a hónapban, éppen a mesterpedagógus vizsgádat be, És ezzel szeretnék most indítani, mert hogy pedagógusként, óvónőként egy nagyon különleges óvodában dolgozol. És ez nem szokványos, hogy megkérem a vendégeket, hogy meséljenek a munkahelyükről, de annyira egyedi ez az óvoda, ahol te tanítasz, hogy szeretném, hogy kicsit bemutatnánk ezt a nézőknek, mert hát nekem, mint anyuka is különleges ez, nem ehhez vagyunk szokva itt Budapesten, meg Budapest környékén. Mesélj egy kicsit erről az óvodáról. Először arról, hogy mit tud ez az épület, mert már maga az épület is különleges. Hát ez egy passzív épület, és Budapesten a 13. kerületben található, talán érdekes, hogy az ország legnagyobb óvodája, 16 csoporttal működünk, és maga az épület egy passzív épület, ami azt jelenti, hogy a légcsere és különböző klímákon keresztül történik, a fény az mozgásérzékelős, tehát hogyha kimegyünk a csoportból, lekapcsolódik, illetve a csoporton belül nem mozgunk, akkor így elhalványulnak a fények, az ajtók úgy vannak megcsinálva, hogy a gyerekek ne tudják oda csípni a kezüket, és talán ami a legérdekesebb így technikai részből, hogy több szintből állunk, és az óvoda tetőkertjében van kialakítva egy ilyen kresszpálya, ahol a gyerekek tudnak biciklizni, rollerezni, és az egész épületben van három bevilágító, különböző alakúak, és igazából az épület tetejéről egészen, hogyha lenézzünk a tetőket, akkor látunk az alsó szintig és a csoportszobákig, oh, és ezért ez egy nagyon világos épület. Hát hűtő-fűtő klímákkal rendelkezünk, illetve mindenféle szűrőkkel, ami megszűri a polleneket, tehát ilyen nagyon szuper egészséges maga az épület. A csoportoknál vannak angol és magyar csoportjaink, én magyar csoportban dolgozom, és hát nagyon jó a szakember tehát óvodapszichológustól kezdve, utazógyógypedagógus, és mindenféle külön foglalkozások. Most wow. idén, ha jól emlékszem, 12 külön foglalkozás közül választhattak a szülők, úgyhogy tényleg nagyon módszertanilag is, nagyon az élmezőnyben vagyunk, kipróbálhatják a gyerekek a programozás, van bírobot technikánk, óvodás így van. Nyilván nem minden csoport foglalkozik mindenféle programmal, mm -hmm. tehát a bírobotra is van csoportunk, akik pedagógusok, akik vállalják, de van plukkidó módszer, azt például az én csoportom csinálja, az konfliktuskezelési és megoldási módszerek, aztán van a dolbaba, az megint egy másik módszer, mm -hmm. szóval, hogy nagyon sok módszerrel próbáljuk a csoportokat irányítani, vezetni, és akkor a szülők választhatnak ezek közül is, hogy ők mit, uh -huh. milyen csoportba szeretnék a gyereküket uh -huh. beiratni. Elképesztő. De amúgy már az épület is, ugye azért is kérdeztem ezt, mert tényleg láttam ilyen uh, légi felvételeket, meg most a nézőknek itt közben mutatunk is egy videót, ami az óvodáról készült. De ha felülről nézzük a házat, akkor ugye ilyen kis gyerekjáték formájúak ezek a... Ezt nem tudtam, hogy ez bevilágító, ez bevilágító hogy itt végig hát, lemegy a fény. Igen, három van, kör, háromszög és négyzet alakú, és mindegyik bevilágító mellett vannak csoportok, tehát úgy, úgy kell el ezt a nézők, hogy egy bevilágít, és akkor ott két csoport, és két csoportonként van egy mosdó. És akkor emeletenként ugye háromszintes az óvodánk, vannak csoportok a földszinten, vannak az első emeleten, a második emeleten fejlesztőszobák, szobák, hát sószobánk is van, relaxszobák szobák vannak, és a tetőkertben vannak ezek a bevilágítók, és ott be vannak osztva a csoportok, hogy melyik héten milyen csoport, és melyik bevilágít területre mehet de van egyébként egy nagy színpadunk is odafent, ahol interaktív délőttök vannak, ott vannak az évzárók általában. A... De amúgy ez nyitott? Vagy... vagy ennek van valami üvegtetője? Van amelyik része, tehát a bevilágítók üvegtetősek, okay. de a bevilágító felett még van egy ilyen panel rész, de ott is árnyékolók vannak kifeszítve, tehát, hogy nyáron ne süssön annyira oda annak. És hát az oldal falakon, ami, ami fedett, ott pedig mászó falak vannak, úgyhogy hogy van más szófalas programunk is. Vannak olyan Baszta. csoportok, akik ezek alapján uh, végzik a tevékenységeket, beépítik a mindennapokba. Úgyhogy tényleg nagyon sok lehetőséget uh -huh. kínál maga az óvoda. Óriási. Tehát nem csak az épület, meg éppen tornaterem is van. Tornateremünk is Kettős. van, kettő, igen. hát Ott alapozó vannak, TSMT torna, uh -huh. illetve külön foglalkozások keretében van judo, van angel dance, tehát hogy lehet négy okay. sorolni a, a kínálatot. Nem semmi. Visszagondolok arra, amikor az én gyerekeim jártak óvodába, pedig ők is nagyon jó óvodába jártak. Ott is sok minden volt, de hát összesen lehet hasonlítani ezzel. Én nem tudtam, hogy ilyen létezik Magyarországon, úgyhogy azért kaptam fel a fejemet, megkértelek meg, hogy mesélj erről, mert különleges. Hogy lehet ide bekerülni egyébként, ha valaki most kedvet kapott rajtam kívül? Hát a, az önkormányzat azért szokott elesődötést felrakni a Facebookon, de... Igazából egy felvételi elbeszélgetés van a, a vezetővel, eh, ahol megkérdezi az embernek a terveit, eh, illetve nálunk. Eh, nem csak általánosan vesznek fel, tehát nem csak egy pedagógust keresnek, hanem konkrét csoportba keresnek okay. személyeket. Aki mondjuk érte hozzá a típusúhoz. Érte hozzá a típusúhoz, illetve mm. akivel tudsz együtt dolgozni. Tehát, mm. hogy itt nem úgy van, hogy van egy általános interjú, hanem amikor bekerül az ember, akkor behívják azt a kollégát, aki mellé keresnek. Mm. Ö, ö, Társat, és akkor kiderül, hogy milyen elvek mentén gondolkozunk, és hogyha ez egyezik, akkor van rá esély, uh -huh. hogy együtt tudunk működni. Uh -huh. és Ugyan. A gyerekeknek könnyűbe kerülni, vagy kizárólag a kerületi gyerekek számára nyitott ez? Főként kerületi gyerekek, uh -huh. de ugye, hogyha a szülő ott dolgozik, például az intézmény mellett, uh -huh. akkor ezt megindokolja, beadja a kérelmét. Ugye itt a 13. <coughs> kerületben sok óvoda van, és a jelentkezés az egyszerre történik, egy Ovi panelen keresztül internetes jelentkezés uh -huh. van, és akkor ott be lehet írni, hogy melyik <coughs> óvodába szeretne bekerülni és ennek alapján akkor megpróbálják a szülőnek a kéréset teljesíteni. Hát a legnagyobb szűrő az, hogy angol vagy magyar nyelvű csoportokba szeretne, és akkor azon belül meglátják, hogy mennyi a férőhely. Most úgy tudom, hogy három magyar nyelvű és két angol nyelvű csoportunk indul kis csoportban. De ugye más a korosztály is, itt tiszta csoportok vannak, tehát azonos korosztály de az én csoportom, akikkel most dolgozom, őket két és fél évesen szoktattam be, és hogy velük négy évig uh, fogok uh, együtt dolgozni. Úgyhogy ilyenkor mi a csoportot ismételjük. Tehát uh -huh. semmi nagy szűrő nincs a felvételnél. Uh -huh. Tehát ugyanúgy, mint egy vidéki óvodában bejön az ember, és uh, nyilván vannak kerületi és körzeti helyek, utcára lebontva a kerületben, uh, és máskor megírják uh -huh. a kérvényt, és hát nyilván, ha tudják, figyelembe veszik, hogy ez attól függ, mennyi a túljelentkezés. Uh -huh. akkor azért nem reménytelen bekerül. Nem, nem, abszolút az nem. Tehát élhető. És hát van arra a lehetőség, hogy aki ebbe az óvodába szeretne jönni, vannak nyílt napok, amikor uh -huh. be lehet jönni, megismerni az intézményt, a kollégákat, azokat a csoportokat, aki, akik oda járnak. Ezek főként a tetőkertben vannak, ott szét lehet nézni utána az intézményben, uh -huh. tetőkertben és a nagy udvarunkon, és utána el lehet dönteni, hogy, hogy tényleg ezt az intézményt uh -huh. választják, vagy vagy esetleg másikat. De jó, lehet, hogy belóguk egy ilyen nyílt napra, hogy megnézem. Jó, gyere, szeretettel várlak. Én köszönöm szépen. <laughs> Na hát szóval óvónőként dolgozom. <laughs> Egy kicsit ugorjunk vissza az időbe, hogy hogy kezdődött ez a történet? Mert nagyon elkötelezett vagy a munkád iránt, ezt tudom rólad. De mindig így volt ez, hol kezdődött a te kapcsolatod ezzel a szép hivatással? Hát én általános iskola után jelentkeztem egy képző szakközépiskolába. Én egyébként Pécs mellett, Sázsdon egy kicsi, akkor még falu, most már városban nőttem fel, és Csurgon volt akkor a közelben képző szakközépiskola, de oda nem vettek fel, mert nem tudtam sajnos furuljázni, és ez kizárók volt. Úgyhogy ezek után én gimnáziumban tanultam, Komlón, egy átlagos gimnáziumban, és menet közben én megismertem Istent, és elkezdtem imádkozni, és Istennel egy jó közösségbe kerültem, és nem akartam már úgy döntést hozni, hogy ne legyen benne Isten vezetése. Úgyhogy igazából az érettségi környékén, amikor előkerült ez, hogy merre menjek tovább, akkor az volt bennem, hogy egy tanítóképző főiskolára menjek és Jászberénybe. Ezt helyezte egy Isten a szívemre. De hát azért ezt egy Baranya megyében azt mondani, hogy, hogy egy Jászberényi tanítóképző főiskola azért ez nem nagyon logikus. Úgyhogy mondtam Istennek, hogy ha itt szeretne látni Jászberényben, akkor azt szeretném tőle kérni, hogy ha másnap bemegyek a gimnáziumba, akkor jöjjön oda valaki az osztálytársaim közül, és kérdezzem meg, hogy hová mész tovább tanulni, csak nem jársz <laughs> És akkor másnap bementem a gimnáziumba, és leültem a padba, és odét egy osztálytársam, és megkérdezte, hogy hova megyek tovább tanulni, csak nem jársz és akkor mondtam az, az úrnak, hogy jó, akkor be fogom adni ide a jelentkezési lapomat. És az első diplomám nekem tanító, képző alapdiplomám uh -huh. van, és én tanítottam is négy évig. Uh -huh. De a gyes után. Várjál, várjál, ezt, ezt egy kicsit azért pörkessük vissza a dolgot. Szóval egyszer csak megszületett benned a gondolat, hogy ez Berénk. Tehát ott vagy Sázd, jól jó, igen, igen. egy kis falu, ugye akkor még gimnazista lány, és szeretne tanítóképzőre menni. Jászberény. Ez hogy? Hát ez így. Annyi Jászberényi kötődés, hogy nekem ma egy régi osztálytársam Jászberénybe költözött uh -huh. a szüleivel, és annyi kapcsolatom volt, hogy, hogy tudtam, hogy ők itt laknak, és felvettem velük a kapcsolatot, és kiderült utólag, hogy az apukája a Jászberényi tanítóképző intézet énekzene tanszakán tanít. Uh -huh de körülbelül ennyi, mint ahogy te mondtad, én nagyon azt éreztem, hogy ez Istennek a vezetése, és azt már akkor is megtapasztaltam, hogyha valami mellett Isten ott áll, akkor uh -huh. abból jó dolog lesz. Hát ezt úgy képzeld, hogy eljöttem felvételizni, és miután felvettek, akkor egy szál utazótáskával eljöttem a évkezdés előtt egy pár nappal, hogy keressek albérletet, mert sajnos kollégiumot nem kaptam, mm. annak ellenére, hogy ilyen távolról jöttem, és akkor a barátnőméknél laktam egy éjszakát, és hála Istennek egy nap alatt találtam egy albérletet, ahová elköltöztem, és elkezdődött a, a tanítóképzős éveim. És a szülők egyébként mit szóltak ehhez, hogy te felcucoltál egy Ö, szatyorral? Hát meglepődtek, de úgy voltak vele, hogy mivel ennyi, annyira biztosan Aha. látták, hogy itt jó helyem lesz, illetve azért ismerték a barátnőmnek a szüleit, ezért ez valamiféle biztonságérzetet adott nekik is, jó. hogy ezért nem úgy a nagy világba mentem el, hanem volt egy közös pont, ahol, ha nem lett volna albérlet, tudok hol aludni, uh -huh. tehát hogy azért, azért ez ez volt Nem a teljes Igen, ment. Igen, 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 igen. Na, és hát azt mesélted, hogy megismerted Istent már ezt megelőzően. Itt is találtál olyan barátokat, akikkel együtt tudtál menni ezen az úton? Hát ez nagyon érdekes volt, mert amikor kiderült már számomra, hogy, hogy na, akkor Jászberény, yes, akkor így próbáltam az interneten közösséget keresni, hogy Jászberényben yes, mi van, és semmit nem adott ki. Jó, ugye ez nem most volt, tehát akkor nem adott ki találatot csak 60-ban, és hát mondtam hogy Istennek, hogy hát azért az messze van oda vonattal mm. eljárni, nem egy egyszerű fiatal lányként este, és Ebben is csodálatos Istennek a gondviselése, mert ugye úgy kezdődnek általában egy főiskolai első alkalmak, hogy leül az ember, bemutatkozik, a csoport elsőnek elmondja, hogy róla mit kell körülbelül tudni. És volt egy csoportban egy olyan lány, aki a bemutatkozó körben elmondta, hogy ő is hisz Istenben, és keresztény, és utána szünetben oda mentem hozzá, és kiderült, hogy Jászberényben akkor indul egy keresztény közösség, aminek akkor volt azt hiszem a második alkalma, ez hétköznapi alkalom volt, úgyhogy oda meghívott, és így pillanatok alatt találtam egy olyan közösséget, amihez tudtam csatlakozni. Tehát akkor indultak gyakorlatilag. Igen, mondtak. azt hiszem, hogy hogy két alkalom volt már. Úgyhogy elmentem, és nagyon jól éreztem magam, Aha. és aztán ott is ragadtam 25 évig abban aztán, a, a közösségben. Hát akkor ez egy jó döntés volt az öjászberény. Elképzelhető, hogy Isten, ugyanígy hupsz, így eljött egy másik városba. Na de hát nem csak ez, hanem ebben a közösségben megismertél valakit, aki azóta is az életed része. Hogy volt ez a történet? Hát ugye a barátnőmön kere, keresztül eljutottam ebbe a közösségbe, aki ismerte a mostani férjemet, és ott bemutatott minket egymásnak, és aztán hát közösen szolgáltunk abban a közösségben, és ebből alakult ki egy barátság, aztán a szerelem, és hát azt mondtam, hogy, hogy, hogy nagyon szívesen leszek a feleség, amit azóta se bántam meg, úgyhogy, úgyhogy Isten így így adta meg a, a páromat ebben a, ebben a közösségben. És aztán így szolgáltunk 25 évig együtt mindenféle területen, Aha. gyerekszolgálattal kezdve, házügycsoport vezetésen át, pakolás, mert ugye azért ott kezdődnek sok esetben a dolgok egy Aha. kis közösségben. Úgyhogy tényleg ilyen kis mindenesek Aha. voltunk, de nagyon szerettünk ide ebbe a közösségbe járni, nagyon hálásak vagyunk, hogy hogy ide járhattunk, úgyhogy nagyon, nagyon jó 25 évet töltöttünk ott. De amikor mondtad neki, hogy szívesen leszel a felesége, azt azért mondtad, mert megkérdezte, ugye? Ja, persze, igen. <laughs> Csak igen, az, igen. Te, által elég, te figyelj, én szívesen leszek a felesége. Nem, nem, nem. Volt azért ennek egy folyamata, tehát volt eljegyzés is. Aha. Szükséges lépéseken. Akkor. Igen, 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 abszolút, abszolút igen. Hát és aztán rögtön jött is egy, egy, nehéz pillanat, mert hogy a Zoli férjed életében jött egy kórházi történet. Meséld el ezt el, kérlek. Hát ahogy összeházasodtunk, utána hirtelen elkezdett fogyni, és nem tudtuk, hogy ennek mi az oka, nagyon gyors volt az anyagcseréje, és kiderült, hogy pajzsmirigy betegsége van, pedig pajzsmirigy túlműködés, aminek ez, a, ez az egyik jele a hirtelen fogyás illetve, hogy a szíve túl terhelődített, hatalmas pulzus És akkor ezt kivizsgálták, és mondták, hogy igazából egy rutin múltétre fog sor kerülni, és a pajzsmirigyét fogják megcsonkolni. Tehát ez itt a nyakán csinálják egy ilyen vágást, felhagyják a bőrt, és akkor ott kiszednek két oldalról egy-egy darab pajzsmirigyet. És hát az ő esetében is így volt, gyöngyösen végezték ezt a, mű, ezt a rutin műtétet, és mint utólag kiderült, két öklömnyi darabot szedtek ki mindkét oldalról, mert hogy akkora volt a pajzsmirigy. Egyébként van olyan, amikor nem műthető ez a betegség, a szerencsésebb eset, amikor lehet műteni, és megműtötték. Én utána bementem látogatni. Akkor ott mondta, hogy nem érzi magát túl jól, de hogy menjek haza. És mondtam, hogy de biztos, de igen, menjek haza. És itt, Másnap megint munka után mentem, és akkor kerestem az osztályon, és akkor a nővér így, hát meglepődve, meg ilyen elfehéredve mondta, hogy hát menjek fel az intenzív osztályra, yeah. nincs nagy baj, de hogy menjek fel, és ott majd beszéljek az ottani orvossal. Felmentem, be kellett öltözni, ugye most már Covid után nem olyan ö, ö, izgalmas ez a dolog, de akkor azért még újdonság volt, hogy ott mindent fel kellett venni, uh -huh. és akkor nem is mehettem oda hozzá, nem egyből leültetett a ilyen orvosi szobába, és akkor mondta, hogy miután én tegnap hazamentem, akkor a Zoli jelezte, hogy nem kap levegőt, és aztán igazából megfulladt, és hát újra kellett műteni, de most már egészen jól van, mert hogy az történt, hogy ugye, hogy kiszedték neki ezt a két uh, nagy darab pajzsmiget mindkét oldalról, uh, az tartotta a légcsövet, és oh. uh, igazából ez a légcső megtört, és uh -huh. uh, és így ezért fulladt meg. És hát azt mondta még el az orvos, hogy hát eh, ahhoz, hogy megtudják ezt, hogy mi történt, az le kellett vinni megröngenezni, eh, és az lent volt ott valahol a alaksor környékén, és hát igazából több mint tíz perc telt el az újraélesztés között, és hát nem tudja megmondani, hogy milyen károsodás szenvedett, lehet, hogy az agy meg fog duzzadni az oxigén hiány miatt, mert én 10 percről, tehát több mint 10 percről beszélünk, hogy ez majd a következő napokban fog kiderülni, illetve az is, hogy eltörte a bordája az újraélesztés során, de hogy ne jegyek nagyon meg, leraktak egy ilyen tubust a, a torkába, nem fog tudni velem úgy beszélni, de hogy érti, amit, amit mondok, és hát viszonylag jó állapotban van, újra műtötték, tehát 12 percig gyakorlatilag halott, vagy 10 percig? Hát igen, ugye oxigén nélkül volt, mert hát hiába is élesztették volna újra, hogyha nem kap nem levegőt, levegőt, ugye, mert hogy el van záródva a légcső, Aha. akkor igazából az nagyon semmit nem ér. És megállt a szíve. Hát igen, megállt a szíve, és uh -huh. akkor ezért mondta, hogy a bordája is kérdéses, hogy mennyire tört el, mert ugye akkor azt azért Olyan, úgy okay. nyomják rendesen, uh -huh. de utólag kiderült, hogy azért erős csontozatú, és nem törtek el a bordái, és hát ugye az agyat pedig azért említettem, mert oxigén hiányos állapotban az agy én úgy tudom, hogy elkezd megdagadni, és hát egy mellékhatás volt, hogy a vese több vizeletet választott ki egy pár napig, de az mm. összes többi központ egyáltalán nem sérült. Úgyhogy hát azóta ő már elvégzett egy pár egyetemet, és hát a, a csoda ebben az volt, hogy egy hét múlva ő már otthon volt, tehát mm. hogy tényleg egy nagyon-nagyon gyors felépülésen ment keresztül, így Isten kegyelméből. És hát én ott sokat gondolkoztam abban az időben, hogy nem kellett volna hazamenni és ráhallgatni, de utólag azt gondolom, hogy ezt végig kellett volna néznem, akkor nem biztos, hogy azt úgy, úgy kibírtam volna, úgy épp hát, hogy, hogy ez volt így a legjobb forgatókönyv. Úgyhogy hát neki a szüleinek el sem mondtuk ezt az újraélesztés történetét, hanem csak utána, miután után haza került, és megnyugodtak, hogy él és jól van. Úgyhogy tényleg hála az úrnak él és jól van, és semmilyen szövődmény és károsodás mm. nem lépett fel azóta sem. Tehát ez hatalmas csoda. Hát ugye tudjuk, hogy a kisbabáknál pont ez a leg, az egyik legnehezebb probléma, amikor oxigénhiányos állapotba kerül szülés közben, és nagyon nagy. Esély van arra, hogy akkor ő. érzést Hát igen, én kérdeztem azzal itt egyébként, hogy ő mire emlékszik mm. ebből, és mondta, hogy hát semmi arra, hogy megfulladt. Tehát, hogy nincsenek rossz emlékei ebből igazából mm. utána az első emlékkében az, hogy kérdezik a nevét, mm. hogy, hogy be tudja magát azonosítani, és a nagy lámpák ugye, mikor viszik újból a műtőbe. Tehát, mm. hogy igazából ő ezt nem éltem meg rossz élménynek, mm. és azt gondolom, hogy ez is egy, egy Istennek egy nagy kegyelme, hogy, hogy nem egy ilyen rém történet jó, itt a... Tehát én sem éltem meg új traumaként, hiszen én nem láttam, csak utólag értesültem róla, ő meg ö, megint ö, nem úgy tűnik, hogy nem élte uh -huh. meg így, így rossz emléként, hanem inkább egy nagyon hálás szíve, hogy meg uh -huh. itt lehet, és hát azóta sok minden történt, sok minden történt, történt ö, és én. hát ö, tényleg semmilyen károsodás nem szenvedett. És úgy. látjuk, hogy jók az agyi kapacitás. Igen, 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 egy abszolút. Egyetemista azóta, és meg még igen. most is tanult, de erről majd beszélünk igen. még. Na, hát aztán ugye minden házaspár életében eljön az első csodálatos pillanat, amikor megfogan az első gyermek, de hogy nektek ez se volt annyira sima ügy, mert Áronnal kapcsolatban is kaptál rossz híreket, hogy volt ez a történet? Hát igen, több vetélésem volt Áron születése előtt, és több orvost is így felkerestünk, semmi fizikai kizárók nem volt, és uh, igazából arra jutottunk, hogy itt semmi más nem tud segíteni, csak ismét Istennek a kegyelme. Úgyhogy uh, a akkor még Jászberényben laktunk, és az ottani uh, gyülekezetbe jött egy vendégszolgáló, Takács Ferenc, aki uh, most a budapesti autonóm gyülekezet uh, presbitere és tőle kértünk imád, hogy, hogy ne csak megfogadjon a gyerekünk, hanem meg is szülessen, és igazából a házasságkötésünk utáni hetedik évben született meg Áron időre, de hát még ez sem volt ilyen, ilyen úgymond sima ügy, mert amikor vannak ezek a rutin műtétek, ez az AFP vizsgált, akkor nagyon rossz eredmények, eredményeink lettek, vagy eredményem lett, és azt mondta az orvos, hogy nagyon nagy valószínűsége annak, hogy ő dankóros lesz. Ilyenkor ilyen arányszámokat néznek, de azt mondta, hogy az én értékem olyan szintű, hogy mindenképpen javasolja a kromoszóma vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy be kell feküdni, vesznek a hasadból egy szövet darabot, és utána két héten keresztül tart a vizsgálat, amikor meg konkrétan a kromoszómákat, és megnézik, hogy az illető bébi, dankóros vagy sem. De azt tudni kell, hogy ez a vizsgálatnak nagy kockázata a vetélés, tehát elvégzik a vizsgálatot, és akkor vagy bevérzik az ember, vagy nem, és vagy elvetél, -e, vagy nem, ugye én ebből jöttem, tehát azért ott volt egy két hét, amit így végig izgultunk, annyit mondott az orvos a vizsgálat után, hogy ha nem csörög a telefon, az jó hír, ha csörög a telefon, akkor az azt jelenti, hogy, hogy azonnal menni kell, és megbeszélni a továbbiakat. Az ember vállalja, de gyerekét, vagy terhesség megszakítás. Egyet kérhettem, hogy állapítsák meg a gyerekemnek a nemét, ha már így számolják a kromoszómákat, és mondtam, hogy igen, akkor én ezt szeretném ezt... tudni, amikor majd megkapom a végeredményt. Mm -hmm. És két hét után jöttünk Pestre, akkor a Söfmérei klinikára, ma már sajnos nem létezik ez a klinika. És hát ott ültünk, és vártuk a, a, az eredményt, és készhez kaptam, hogy épp egészséges férfi. férfi. <laughs> Úgyhogy úgy, így, így született meg Áron fiunk, uh -huh. akinek szoktam mondani uh, még mai napig is, hogy egész értelmes lettél a kis dankoros kisfiam. Tehát <laughs> ő is már elvégezte az egyetemet, és tényleg, teljesen rendben van, és nagyon cuki és aranyos uh, gyerkőc. Uh, tehát, hogy, hogy, maga ez a rész sem volt uh, zökkenőmentes, uh -huh de mind végig Istennek a kegyelme volt, uh -huh. aki, aki megtartott, és aki ezt az egész folyamatot így végig koordinálta. Uh -huh. De jó. És akkor már ő is Egyetemet végzett, sőt, azt hiszem, talán még mester. E, igen, hát ő most mesterképzésre jár, és mellette dolgozik, és mellett ezek, mellett igen, a dolgozik. úgyhogy igen. 23. évét fogja betölteni ma, holnap. Úgyhogy úgyhogy és hát van egy csodálatos lányunk, hát. ő is egyetemista, a Janka, uh -huh. 19 éves, úgyhogy hát az ő születése ehhez képest kicsit könnyebb volt, bár pedig oxigén hiánya született, tehát amikor megszületett, nem sírt fel, és hát azért bizonyos helyeken kék volt, ugye ez az oxigénhiánynak a tünete, tehát kívül az arca kék volt de hogy a belső nyák, a hátjai nem, eltörött a kulcsontja, tehát hogy ott is voltak azért izgalmak a szülésnél, de jelentem, mindegyikük jól van, és nagyon aranyosak, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg arany gyerekek. De jó, hát akkor ezek a sztorik is mind jó irányba fordultak. Abszolút. Hála az úrnak. Na hát mondtad már, hogy 25 évet szolgáltatok ott a, a gyülekezetben. meg hát meg volt akkor a kis életetek, gyerkőt ház házatok volt, ha jól tudom, igen, szépen éltétek az életeteket, és akkor egyszer csak jött egy gondolat, hogy Pestre kéne költözni. De honnan jött ez a gondolat? Hát ez több összetevős folyamat. A férjem annak idején mérnökként dolgozott, mérnökként dolgozik most is, de olyan munkái voltak, hogy rengeteg időt töltött a családon kívül, tehát voltak győrben projektjei az ország egész területén, és nagyon az, az utolsó fél évben azért voltak olyan hetek, amikor hétfőn elment, és akkor pénteken el láttuk, bár Skype-on beszéltünk mindig, de hogy azt éreztük, hogy ez azért úgy nem, nem a hosszú házasságnak a titka. Ez volt az egyik irányvonal, és nyilván, ha az ember költözik, és Budapestre költözik, akkor azért onnan minden bejárható, uh -huh. tehát viszonylag egy központ. <kül> A másik ö, dolog, ami, ami nekünk nagyon fontos volt, hogy legyen olyan ifi munka, ahol a gyerekeink, amibe be tudnak kapcsolódni, és nagyon sokat ö, jártunk Budapestra, Kitlájtra, aztán akkor voltak a felházas alkalmak, és nagyon sok éjszakát volt, főleg a férjem így úton emiatt, hogy hozta a gyerekeket, vitte a gyerekeket, és azt gondoltuk, hogy ez is, ha Budapesten laknánk, akkor sokkal egyszerűbben koordinálható. És aztán, ahogy így ezen gondolkodtunk, volt egy ige, bennünk ez az új utat készítek nektek, és azt éreztük, hogy, hogy menjünk, és egy picit nem tudtuk, hogy hova megyünk, nem tudtuk, hogy, hogy merre induljunk, csak ez volt így, így a szívünkbe, hogy, hogy induljunk el. Azt is hozzá kell tenni, hogy már akkor nagyon sokat jártunk a Budapesti Autonóm Gyülekezetbe, nagyon sok vasárnapot töltöttünk itt, és minden abba az irányban mutatott, hogy ha váltanánk, akkor ez, a, ez, is sokkal egyszerűbb lenne, tehát nem kéne azért hétvégente két-három-négy órákat autóban utazni. Úgyhogy, úgyhogy, így, így vágtunk bele, nyilván ezt megbeszéltük, imádkoztunk, gyerekeknek elmondtuk, és hát még az is mellette szólt, hogy nekünk Áron pont akkor fejezte be az érettségét, tehát hogy ő váltott, és az egyetemi éveit kezdte itt, illetve Janka lányunk pedig akkor fejezte be a nyolcadik osztály, tehát hogy ilyen szempontból is, az iskolaváltás szempontjából is így, ez tűnt a legideálisabb időpontnak, mm -hmm. hogy akkor mi is, mi is vált. Uh -huh. Na és akkor hogyan indultatok el? Mert mondtad ezt az igét, hogy Isten utat készít a pusztában. Igen, úgy, igen, igen, új utat. Új utat készítnek nektek. Hát hogyan kezdt el készíteni ezt az utat? Mert azért ez egy, egy nagy döntés, még akkor is, ha így józan észre meg vannak a, az indokok, de hát azért egy lakóhelyet váltani, hát nem tudom, nekem biztos nem lenne könnyű. Hát. Ö így visszagondolva, én azt szoktam mondani, hogy egy normális ember nem csinál magától ilyet. Tehát, hogy van egy, van egy felújított családi háza, és akkor azt mondja, hogy ő elindul egy albérletben. És hát nem olyan egyszerű ez, mert nem csak ugye a bérletet kell keresni, hanem kell nekem munkahelyet is keresni, és kell a gyerekeinknek középiskolát is keresni, és van egy Budapest, amit egyáltalán nem ismerünk, és fogalmunk sincs. És hát nagyon időnk nem volt például albérletet nézni sem, hogy most itt feljárjunk és végigjárjunk ilyen 30 albérletet. Ö, akkor hát az interneten szűrtünk, ö, ö, ugye keresőn keresztül, hogy mégis ö, hol és mit lehetne, ö, de, de olyan a gyerekeinknek is olyan kívánságé voltak, amire nem tudsz nagyon rászűrni. Mm -hmm. Például volt ilyen, hogy na jó, mami, de legyen terasz. Na jó, de olyan jó lenne, ha lenne valami belső kert. Na, de ezért olyan hely legyen, aki mi, ami mindenkinek bejárható. Ami teljesen jó, csak nem tudtam, hogy én nekem hova kell bejárni. Tehát hol fogok dolgozni. És igazából néztünk egy csomó hirdetést, de kettő maradt fent a rostán, azt mondtuk, hogy ezt a kettőt megnézzük, és az egyik nap eljöttünk Pestre, megnéztük az egyiket, az egy panelház volt, azt mondtuk, hogy oda nem szeretnénk, és utána pedig megnéztük a másikat, és ott meg azt mondtuk, hogy ez legyen a miénk. Mint utólag kiderült, keresztény beállítottságú volt egyébként a, a és hát kibéreltük ezt a, ezt a lakást. utólag kiderült, hogy igazából a legoptimálisabb helyen volt, ez a Mátyás hegyen van, mert hogy kiderült, hogy a fiúknak az már pár perc, az én munkahelyem fél óra, a férjem akkor kocsival autópálya nincs messze, és ami, ami nagyon meglepő volt, hogy ahogy megérkeztünk a teherautó, és elkezdtünk így pakolni, megálltunk, és akkor jön valaki ránk, köszön, és így nézzünk, és a Takács Feri köszönt ránk, hogy hát, és akkor mondtuk, hogy hát mi, mi ide költözünk, és akkor azt mondta fel, hogy jaj, én meg itt lakom. Úgyhogy ez is egy, egy ilyen plusz isteni meglepetés mm. volt ebben a, ebben a sztoriban. Mm. Úgyhogy így kerültünk mi, mi Budapestre és lakunk itt most már több mint négy és fél éve. Azt a mindenit. Na és hát akkor hogy lett neked az óvó? De már, már beszéltünk erről, de azért azt nem mondtad még el, hogy akkor pont oda, hogy kerültél. Hát ugye ott hagytuk abba a, a hogy elvégeztem én a tanítóképző főiskolát, és utána, amikor, és tanítottam is egyébként iskolában óraadóként, mm és utána, amikor a Janka lányommal otthon voltam gyesen, akkor a szomszédom, aki óvópedagógus volt, mondta, hogy hát nincs kedved úgy, úgy, beiratkozni az óvónő képzőbe, és így dobbant egyet a szívem, és mondtam, hogy de, hát ez kezdetektől fogva ezt én. akarok lenni. És akkor beiratkoztam Kecskemétre a főiskolára, és hát én úgy tanultam, hogy közben vittem Jankát is bébi hordozóba, így a Zoli vigyázott rá, szünetekbe kimentem, megetettem, és akkor igazából így végeztem el levelezőn mm. a, a, az óvoda, a főiskolát, és akkor tanít, így tíz évig vidéken voltam, az alatjáni óvodában, ez Jászberéntől nem messze van, és utána, amikor az volt, hogy Budapestre költözünk, akkor megint hát jó Istenem, de Budapesten rengeteg óvoda van. Tehát, hogy most akkor hova bökjek, vagy hol keressek. Egyet tudtam, hogy olyan óvodát keressek, ahol tiszta életkorú csoportok vannak, tehát nem mm. vegyes csoportok. És mondtam, hogy jó úram, hát segíts, hát most merre, 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 nézek, nem ismerek senkit, semmi kapcsolatom nincs. És szembe jött velem a Meséskert óvodának a hirdetése, hogy óvodapedagógust keresnek, és jelentkeztem, és ugyanebben a kerületben kerestek egyébként egy másik óvodába és óvodapedagógust, és ezt a két hirdetést beadtam. Jött a telefon, hogy kedves Adrián, várjuk, ha úgy gondolja, egy próba napra, mert itt nálunk az óvodában úgy van, hogy mielőtt felvesznek, akkor bemehetsz és megnézhetsz egy-két napot, hogy egyáltalán hogy működik az óvoda, tudsz -e azonosulni a programmal, a pedagógusokkal, akik megismerheted, amelyik csoportba keresnek. Úgyhogy én akkor feljöttem, Részt vettem próbanapon az akkori uh, kolléganőmmel, uh, aki, aki helyére kerestek uh, 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 párt, vagy aki mellé, nem helyére, hanem mellé uh -huh. kerestek párt, uh, és uh, utána, miután azt mondtam, hogy váó, ez tetszik, akkor a vezetővel volt egy beszélgetés, és azt mondta, hogy ő is úgy gondolja, hogy uh, hogy szimpatikus vagyok, a kolléganő is, aki mellé kerestek, azt mondta, hogy ő is szívesen dolgozna velem, és hát azóta is itt dolgozom ebben Köszönjük. az oldalban. Hát ez óriási, akkor ez is simán ment. Igen, 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 abszolút. Ez is simán ment. És hát a, a nagy lépés, az aztán most volt ebben az évben, és azért maradjunk akkor ezen a vonalon, mert közül még sok minden más is történt veletek, de hogy az albérletet most már lakásra cseréltétek, és ez se volt egy hétköznapi történet, figyelembe véve, hogy mennyire nem egyszerű megtalálni a megfelelő lakást Budapesten. Vesél még erről egy kicsit. Hát ugye, amikor elköltöztünk, azt már említettem, hogy mi egy családi házat hagytunk ott, tehát egy teljesen felújítottat. Ehhez képest az albérletünk azért nem olyan állapotúabb lett volt, mint amilyen a családi házunk, és nagyon foglalkoztatott már bennünket, hogy valamerre lépni kéne egy sajátba, de mégsem volt így összhangozolival közöttünk. És ahogy a, a feriék, és a, a takács feriék és a gyülekezet is ugye belevágott ebbe a házépítési projektbe, és hogy beszéltek erről, hogy ahogy keresgéltek így, az volt az ő szívükbe is, hogy, hogy Isten akar adni egy, egy tovább lépést, valahogy bennünk is ez így megérlelődött, hogy, hogy lehet, hogy, hogy ez, 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 így, ez így, a mi életünkben is most elkövetkezett ez a pillanat, és elkezdtünk lakásokat nézni, úgyhogy nem volt meg a rávaló pénzünk. De elkezdtük nézegetni, és akkor már nagyon-nagyon sokat megnéztünk, és mondtam Istennek, hogy én már ebbe elfáradtam, tehát, hogy melyik kerület, melyik része, nem tudom, tehát, hogy mit tudom én, hogy melyik. Abban biztosak voltunk, hogy 50 négyzetméternél nagyobba, nagyobb lakást szeretnénk, és hogy olyat szeretnénk, ami téglalakás, és hogyha lehet, akkor nem a belvárosban, hanem ilyen kertes részen, ahol ilyen nyugi van. Tehát akkor már legyen jó a tömegközlekedés, és mindenkinek jó legyen. Szóval ez volt így, így, a, így az alapigényünk, és az egyik este így imádkoztam, és egyszer csak szembe jött velem egy hirdetés, és gyorsan rá is írtam a tulajokra, akik válaszoltak, és megnéztük a lakást, tetszett, utána mondta, hogy több érdeklődő is van, de mivel mi nem ingatlan irodán keresztül találtuk meg őket, hanem a személyes hirdetésükre, ezért valószínű, hogy mi leszünk a nyerőek, hiszen ugye utánunk nem kell fizetni Igen. az ingatlan irodának Igen. pénzt, úgyhogy így megállapodtunk, ez november 1 volt egyébként, és... Onnantól kezdve Isten összerakta a dolgokat, tehát volt megtakarított pénzünk lakáskasszában, azt is kifizették határidőre, összeállt az önerő része, tehát hogy forintra pontosan amire kellett, addigra teljesen összeállt az egész, az egész összeg. Január 31-e volt az utolsó határidő, mikor ki kell fizetnünk a lakást, és január 1-2-én teljesen ki tudtuk fizetni, birtokba tudtuk venni, és itt is Istennek akkora gondviselése volt, hogy amikor meg volt a birtokbajdás, aznap este kezdett a festő, tehát aznap este, uh -huh. és egy hét alatt kifestette, tokkal vonóval, gyönyörűen, tehát hogy anyagilag kirendelt Isten mindenféle forrást, amit kellett, mindig ki tudtuk fizetni. Olyan banki ügyintézőnk volt, aki ilyen plusz bónuszpénzeket adott, így ültünk, és akkor mondta, hogy hát van még egy ilyen promóció, ha ezt bexeljük, akkor még kapunk plusz pár tízezer forintot szeretnénk, és akkor mondtuk, hogy igen, hát akkor ő ezt ha kötünk biztosítást, akkor annak az árából még, hát ha úgy gondoljuk, akkor tud adni úgy 5% kedvezményt szeretnénk. És akkor mondtuk, hogy igen, és így ültünk, és így néztünk, hogy hát jó van Istenem, ha ez így működik, de nagyon de. hálásak vagyunk, tehát hogy annyira végigéreztük ebbé, és így Istennek a gondviselését, vezetését, kegyelmét, és tényleg azt, hogy... Hogy aggódhattunk volna, és voltak nehezebb napok, amikor azt mondtuk, hogy hogy fog ez így összeállni. De végig az volt a szívünkben, hogy ezt nem mi akartuk, és nem mi találtuk ki, hanem ez Istennek a terve, és Istennek a projektje, és ami az övé, arra ő gondot visel. És teljesen ez, ez a hit volt így bennünk végig, ebben csak ebben az egyben voltunk biztosak, hogy ő soha nem hazudik és amit megígért, és ő adta ezt a tervet a szívünkbe, akkor mm. ezt véghez fogja vinni, és nem biztos, hogy látunk minden dolgot, és minden forintot, de hogy ő sokkal jobban tudja, és visszagondolva, hogy sokkal jobban tudta, mint amit mi kigondoltunk, a forint összegeket is. Tehát mi kigondoltuk, hogy hogy lesz, és nem úgy lát. és így lett a leges-leges legjobb. Mm. De jó, hát meg önmagában az is, hogy ezt a lakást megtaláltátok, meg egyáltalán, hogy belevágtuk ja, és hát a olyat pénzt, találtunk, műkül. igen, aztán, a, aztán olyat találtunk, igen, ami téglalakás, és hát a bónusz, amire megint nem tudsz rászűrni és keresni, hogy körben vannak ilyen téglalakások, öt 6 darab, és az egész körbe van kerítve, van egy belső parkoló, és öppen tegnap, ahogy, ahogy mentünk haza, így megálltunk, és mondtam az önöknek, hogy hallod, itt csicseregnek a madarak. Tehát a villamos megálló kettő percre van, ha nagyon futok, akkor egyre. Egyetlen nem utazunk többet, mint az előző lakásunknál, hogy tényleg, tényleg abszolút ezt megint nem tudtuk volna így, így, így kitalálni. Így összeszervezni. Abszolút. De jó. Igen, igen. Hát akkor egy komoly időszak zárult le ezzel, hogy most már tényleg, tényleg megvetettétek a lábatokat itt Budapesten sajátban is. Egy másik időszak is zárul most le, mert ezt is említettem az elején, hogy mesterpedagógusi vizsgasorozaton vagy igen. folyamaton mész keresztül, aminek most lesz a vége. Csak röviden mondd el, hogy mit is jelent ez a számodra, vagy mit kellett ezért tenni? Hát igazából, hogyha azt nézzük így szakmailag, talán ez így a pályának a, a, a csúcsa, hogy az ember így mesterpedagógussá válhat. Ezt többféle úton lehet elérni. Igazából én talán az egyik legnehezebb utat választottam, amikor így jogi vizsgák után válik az ember mesterpedagógussá, és amit én fogok csinálni, a mesterpedagógus leszek. Akkor kollégákhoz, intézményekbe elmenni, és őket bátorítani arra, hogy ne adják fel, hogy ez egy szép szakma, és most még ugye lehet portfóliót feltölteni, azokat értékelni, és pozitív kritikával illetni főként, legalábbis reméljük. Nyilván, ha az ember olyat lát, akkor akkor azért az építő jellegű kritikát is meg kell fogalmazni. Úgyhogy ebben a részben ez vonzi, hogy különböző óvodákat megismerni, különböző uh -huh. embereket megismerni, és őket mentorálni és bátorítani, hogy, hogy ne adják fel, hogy érdemes csinálni, hogy van értelme a, a munkájuknak. Úgyhogy ez most itt február végén lesz még egy utolsó vizsga, ahol a mester portfóliómat kell megvédeni, de ez már azt gondolom, hogy, hogy a nehezén túl vagyok. De jó. Hát Illetve hát vár. még lehet intézményeket is értékelni, vezetőket, és uh -huh. tehát igazából uh, maga ez lesz most a jelenlegi állás szerint a munkaköröm, aztán ahogy változik az oktatáspolitika, lehet, hogy ez egy kicsit változik, uh -huh. mert hiszen így akkor az oktatási hivatalnak dolgozom heti egy nap, mm. és heti négy nap vagyok a gyerekek között. És nekem ez is nagyon fontos volt, hogy olyan irányba tovább menni, ahol nem szűnik meg a csoportban való tevékenység. Tehát én nagyon szeretek mm. a gyerekek között lenni. Tehát itt annyi fog változni, hogy heti négy nap leszek a csoportomban, és heti egyszer pedig más vadák, más mm. pedagógusai között. Mm. Hát akkor ezután se fogsz unatkozni? Nem, nem. abszolút feladat <soradatod> az lesz bőven. És hát a szabadidődben sem vonatkozom, mert a szolgálatban itt Pesten is kiveszitek a részleteket, vagy a szolgálatból. Tudom, hogy benne vagytok a kettő egyelő egy családi, családos misszióban. Hogy kerültetek ebbe bele, és milyen feladataitok vannak itt? Hát idessen nehéz bekerülni, igazából részt vettünk egy, egy kurzuson, egy házas kurzuson, ami 13 részből áll, és ahogy elvégeztük ezt a kurzust, akkor az úgy döntöttünk, hogy szeretnénk mi is kurzusvezetők lenni. Részt vettünk egy képzésen, a Muzslé Gábor és az Etelka vezeti ezt a kettő egyelő egy missziót, és hát nem csak ezt a kurzusvezetői képzést végeztük el, hanem van gyerekneveléses kurzusuk is, illetve házasságra felkészítő jegyes pároknak szóló kurzus, úgyhogy mindhármat elvégeztük, és hát igény szerint mind a három témában vállalunk így kurzusvezetést. Uh -huh. És az gyakorlatban mit jelent? Tehát milyen hosszú egy ilyen kurzus, hányszor van egy héten, vagy hogy végzik? Etelk egyébként voltam műsorban, tehát beszéltünk már erről, elég régen volt ez. Ti életetekben ez hogy jelenik meg? Hát attól függ, hogy az ember milyen kurzusra jelentkezik. 9 és 13 hét között vannak a kurzusok, ezek heti rendszerességgel, egy nap. Uh -huh. Nyilván ezt az adott csoporttal beszéli meg az ember. Hetente ez kettő óra hosszan, nem több és nem kevesebb. És igazából nagyon gyakorlatias, főként arra bátorítja a kurzusban a részevőket, hogy a kurzus anyag után ők maguk egymással beszélgessenek. Uh -huh. Tehát ez nem ilyen fejtágítás, nem ige, ismeret, bibliai értékeken alapuló, felekezetközi kurzusokról van szó. De én azt gondolom, hogy a nagy előnye az, hogy minden kurzusunk beszélgetésre bátorít. Tehát egy-egy adott témakört ölel fel, például az egységről beszélgetünk, vagy a megbocsátásról, van egy felépített tematika, és utána letelik a két óra hossza, és utána a házaspárok, vagy a kurzuson résztvevők ők beszélgetnek, és így oldják meg a, a, házi feladatot. A másik nagyon pozitív ebben a kurzusban, hogy ezt közösen csináljuk a Zolival. Tehát nem úgy van, hogy, hogy mondjuk Zoli tanít, és én csak ott hallgató vagyok, hanem körülbelül fele-fele arányban beszélünk. Nagyon őszintén, tele gyakorlati példákkal, és hát nem csak mi, adunk, hanem, hanem mi is kapunk. Tehát, hogy itt mindenki behozza a saját maga tapasztalatait, nagyon gyakorlatias, és nagyon jó hangulat szokott kialakulni. Az utóbbi időben egyébként online tartjuk a kurzusokat, de igyekszünk, mindig személyes találkozót is beiktatni, és hát ha jegyes kurzus tartunk, akkor pedig sok-sok esküvőre vagyunk meghívva utána, tehát ez is, most idén is volt két esküvő, De és most uh -huh. is fog indulni, azt hiszem, a hónapnak a végén egy, egy egyes kurzus, egy uh -huh. házasságra felkészítő. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon ajánljuk, akik Tényleg így szeretnének egymással beszélgetni, egymást jobban megismerni. Én azt gondolom, hogy ez egy remekül összeállított uh -huh. anyag, és tényleg felekezet közé nem szükséges az sem, hogy valaki hívő legyen. Uh -huh. Tehát, hogy itt ez sem feltétel. De azt azt látni kell, hogy bibliai alapokon, bibliai értékrenden alapul uh -huh. maga a kurzusanyag. És hol találnak meg benneteket vagy az egész missziót? Házasság sikeresen vagy hú internetre, hogyha beírják, akkor, akkor ott megtalálhatóak nem csak mi, hanem az összes kurzusvezető, és lehet jelentkezni személyesen is. Nyilván a Budapest Autonóm Gyülekezetből minket találnak meg de a felületeken választhatnak kurzusvezetőt és ott okay. a kurzusvezetők uh -huh. is bemutatkoznak, illetve uh -huh. maga a kurzusokról is van ismertető, illetve még van egy kurzus, amit a Gábor és az Etelkeik tartanak, ez az Intim Hétvége, ezt is nagyon tudom ajánlani, uh -huh. azoknak a pároknak, akik már házasságban élnek, és erről a területről szeretnének, nagyon vidáman, nagyon lazán, de mégis komolyan beszélgetni. Ez pedig általában egy évben egyszer vagy kétszer szokott Igen. lenni Balatonszárszón, a református gyülekezetnek ott van egy SDG központja, és akkor ez egy ilyen hosszú hétvége, úgyhogy az is ilyen remek alkalom. Szuper, hát akkor nagyon nagy a kínálat. Így van. Akkor reméljük, hogy minél többen megtalálják is. Hát ugye nem csak azokat a párokat várjátok, ahol probléma van, hanem nem, azokat is, akik szeretnél hát olyan... közelebb kerülni egymáshoz, többet megtudni egymásról? Igen, olyan ez, mint az autó, hogy ott is az olajat lecseréljük, és karban tartjuk, és azt gondolom, hogy a házasság is ilyen, tehát, hogy kell karban tartani, uh -huh. időt fordítani egymásra, elvonulni egy kicsit a gyerekek nélkül, tudom, hogy ez nem egyszerű, de hogy de én fontos. azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, uh -huh. igen. De jó. Hát ad ilyen lejárt az időnk, pedig még nagyon sok mindenről szívesen beszélgetnék vele, talán még egy másik alkalommal. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Elképesztőek ezek a sztorik, hogy tényleg Isten ott volt a kicsi és nagy döntéseitekben, vezetett benneteket, és a, ez, az igéhez szűségesen vitt benneteket, meg hát visz is a továbbiakban. Nagyon sok örömet kívánok a munkádban, az új területeken is, meg a szolgálatban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és megismerhették Adrient, meg ezt a különleges óvodát, meg a sok-sok fantasztikus sztorit az ő életükben. Várom önöket jövő héten is viszontlátásra.